Előtte megmutatok egy kulcsot. Mi? Különség van itt, és alig van vendég. Megmutatok egy kulcsot, természeti jelenség. Nézd meg. Szerinted az füst vagy fel? Ha mind a kettő. De. Megy bele a felhők a füst. Nem, a füst. Hogy csak füst? De ez különben csak itt azért hagyja, mit tesz az egész helyet, mert kicsit unalmas. Lakasszony. Nem akarok elmenni, csak érted, mert akkor az ember nem tudja a füstöt a felhőtől megkülönböztetni, az már. Nem? Te még meg tudod? Nincs egy sör. Az van, hogy meg kell keresni, mert... Te így el inkább bort, nem? Ha lesz, hogy meg. Szia. Nem van. Nem érdek, a légy nem lehet, mert már a legyeket elfújtva. Nem, a korom, jó. Szia. Tele volt légyel ez az egész. Egyszer megbüntetett a kölyár. Miért? A legyek miatt. Meg hogy nincs el a sótártó. És azóta nincs lé. Sándor fúj a szél. Az ember, ide jön egy vendég, de várjál, még meg kell teríteni, mert mennyi az idő? Na mindegy, jönnek a tűzoltók. Kezded, de múltkor is ide jönnek a tűzoltók. És rendelme, és egyszerűen nem lehet érteni, mert arra fúj a szél, meg ott vagyok. Egy ilyen egyszerűbb vállalkozás. Mi? Amit csinálok. Mi, és nekem se lehet elmondani? Te egy ilyen gyárban ilyen érintésvédelmi felelős. Na menj a túl. Komolyan. Ne szólj. Egy ilyen kis izélekkel járni, ilyen kis műszerrel, és így a falhoz dugni. És egy hétre egy napot kell dolgozni. Etetsz csak. De tényleg. Ne. 6000 forint. És komolyan. Ez egy nagyon felelős dolog. Hát nem annyira nem. És itt megvan a 15. Itt? De megvan, de hát itt minden nap itt kell lenni. Tényleg elmész? Persze. Ráérek kirándulni. Minden. Azért... Nem, csak azért, engem fűzöl, hogy... Nem, azért gondoltam, hogy nézd meg, hát állandóan nem lehet nézni. Ez nagyon szép ez a tiszta, de állandóan nem lehet ezt nézni, nem?